Na most, ha nekünk ez a feladat azt jelenti, hogy tágítani kell az emberek fejében a megértését annak, hogy ez mindenkinek az érdeke, a roma integráció, akkor ez azt jelenti, akkor erről kell beszélnünk. De semmiképpen nem szabad arra pazarolni az időt, hogy a megosztást, vagy rövidcélű politikai érdekeket, vagy akármilyen fajta más érdekek mentén ezt a két közösséget megpróbáljuk megosztani. A történelmünk közös, a gondjaink közösek. Teljesen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ma 3 millió szegény ember van Magyarországon, és abnak 1/5 roma, és van tényleg egy óriási több százezres tömeg, aki éhezik, és aki sehova nem tud fordulni segítségért. És ez azért érdekes kérdés, mert tudjuk, hogy a romákat ma Magyarországon a teljes aluliskolázottság jellemzi. Borzalmas nagy egészségügyi problémák, mentális nihil nagyon sok esetben sajnos. Ezeken mind segíteni kell ahhoz, hogy tudjuk ezt a folyamatot a romák oldaláról is olyan szinten generálni, hogy egy partnerségi viszony kialakulhasson. Tudattalanság, ami aztán félelmet szül, meg ellenérzéseket szül, az olyan szinten árnyékolja be az életet, ami teljesen elveszi a napfényt, és mindentől, ami fontos az életben, azt egy egész más szemmel láthatja az emberekkel. És én azért gondolom azt, hogy az alapja annak, hogy itt egy közös, integrált fejlődése legyen az országnak, az a különböző csoportoknak az egymásra találása. Mert én azt gondolom, hogy ez rejt magában most már csak egyedül olyan erőt, ami ki tudja mozdítani a közösségeket abból a bizonytalanságból, meg reményvesztettségből, amiben ma vannak.